Na, üdvözlök mindenkit, én Parker vagyok. Hello, és sziasztok, én Oxmart vagyok. És ez egy közös videó lesz. Összebírtuk hozni nagy nehezen, mondjuk annyira nem nehezen, de összejött. Bal felső sarokban, zöld színekben Dynamite-ot láthatjuk. És jobb alsó sarokban pedig piros színekben a Terran PS-t az IR Crown-ból. Ez egy StarCraft 2 Core MB1 verseny, amit így rikasztunk, mert valamilyen módon eltűnt a streamnek a videója, de örülök, hogy Parkerrel az így az első közös munkán, kíváncsi vagyok, hogy fog sikerülni. Hát még én milyen kíváncsi vagyok, mert ugye eddig szólóban videózgattam, illetve most már Gabe Zsír és társai, így a StarCraft 2 kóros bandának a összes tagja így a szárnya alá vett, így most már velük dolgozok tulajdonképpen. Igen, nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, és tovább növeld a csapatot. Na, lássuk, hogy mik várhatóak itt PS-től. PS-től szerintem ez hát, egy... Így igaz, ez egy talán két rax. Proxy két rax. PS nagyon rövidre akarja fogni ezt a mérkőzést. Dynamite még nem expelt, de szerintem arra, vagy egy... Hát szerintem expelni fog. Igen, nem sokára, mivel gyűlik a minerál, sőt, el is indította a drónt, így a szokásos 15 hatchet le is rakja, de ez így ez a proxy barak, ez bizony fájni fog, hogyha nem deríti gyorsan. Igen, és ez miért is történt? Tök egyszerű. Azért, mert a zergünk megint lusta volt drón scoutolni. Tehát várja, hogy az Overlord beérkezzen a kis csiga tempójával, meglátja, hogy nincs ott rax, akkor ugye már tudná, de megint lusta volt drón scoutolni. Így igaz. Zergek ősi hibája, mindig Overlord-dal scoutolunk, ha meg azt elveszítjük, fogjuk a fejünket. És Reaper, nem is két proxy-rax, hanem Reaper, proxy Reaper. Húha. És akkor valószínűleg lesz hozzá egy jóképű bunker is nem sokára. Hát lassan le kéne tenni, igen, megvan az mindjárt a 100, meg is van, és le is lett téved szépen a creep szérére. Ugye még csak most jön a spawning pool, meg a felénél tart, tehát lingek közelben sincsenek, itt nagyon durva mikro lesz a... Így igaz. Mindig a két játékos részéről, illetve hogyha a Zerg részről nem jön gyorsan gáz, akkor bizony fájni fog, viszont kiszúrta a bunkert. Kiszúrta, és már rá is küldte a drónokat, de a Reaper már itt van, egy-két drón mindenképpen hát az el fog esni, és nem fog elkészülni a bunkert, cancelni kéne, nem volt cancel a bunkeren. És az STV, az túlélte 5 HP-val. 100 minerál mínusz, sajnos. Hát igen. Úgyhogy nem lett cancelölve, de egy nagyon szép már 2 killnél tart a Reaper, és nincs a bunker fókuszon, illetve az SCV-t kéne egyedül kiszedni. Igen, most sejtjük az SCV-t, és a drónok. Bunker így nem fog elkészülni. Viszont kijött az első két zergling, illetve jönnek már a Queen-ek, úgyhogy ez a Reaper-özés meg lesz fogva, bár már ketten vannak. Tehát ezeket a zerglinget még bőven megeszik, mondjuk, hogyha ez a Queen kijön, már annyira nem fognak itt rankoncátlanködni. 3 Reaper viszont már megesz egy Queen-t. Ez így igaz. Szép micro-t láthatunk közben PS részéről. Lássuk, hogy mit történik-e közben otthon. Jön a Factory, és elkezdi befalazni a rámpát PS. És így ugye igaz. Kijött a Queen, és így ezzel ki is lett fókuszolva, vagy az egyik Reaper. Hopp, a második Queen. Nem, nagyon szép, nagyon szépen megmentette. Mind a kettőt, és hát ez a Queen nem fog elesni, túl kevés HP-juk van már a Reaperöknek. Nem, viszont le kellett hozni a második Quint is, így odafönt nincsen, de mindjárt elkészül. Igaz. Így egy kicsit késik ugye a Larva Inject, nem nagy... PS-t letette egy Command Center-t, tűnik expelni fog ő is. Igen, érzi, hogy most ugye kicsit előnyben van, és hogyha ki lesz fókuszolva, akkor nagyon nagyobb előnyben lesz, de nem. Ezt a Quint sikerült megmenekítenie valahogy Dynamite-nak. Így igaz. Viszont gáz még mindig nincs Zerg oldalról, mint hiányolok. Sokkal könnyebb lenne megfogni. Hát vissza drónozza magát, és ki lesz fókuszolva, nem? Nincs. De Istenem! Egy Reaper viszont elesett, attól függetlenül. És lassan lesz transfuse, mondjuk nem még most, még 20 energia kell hozzá, de azokat teresnek. Mind a ketten. Az a kettő Queen, ott pláne, hogy nincsen creepen. Hát igen. Szörnyű áthalt. 10 ling érkezik jelenleg, hát... Hát igen, már 20 unit killnél tart, abból 10 dolgozó, 11. Nagyon megért a PS-nek ez a Reaper-özés. Nagyon. Még jön 2. És 2 darab Command Center is van. PS most nagyon greedy-re lett a formát.
Viszont végre lejött az első Spine, és lerakta. Már ideje volt. Most már ugye jön a, van gáz is bőven Dynamite-tól, már csak kérdések. Időkérdése, hogy mikor mikor jön a Metabolic Boost, és szerintem lassan jönni is fog. Bár nem tudom, hogy mivel akar kezdeni. A Metabolic Boostnak már jönnie kéne. Már de úgy látom, még nagyon mikrózik mindkét játékos. Ugye kijöttek a creepről a Queen-ek, azokat nem szabad hagyni, mert megfájdul. Az biztos. Viszont a creepet terjeszteni kéne, vagy szerette volna, csak a creep tumort lelőtték. Éppen lerakott volna. Hopps, egy mínusz egy Reaper. És most szerintem PS-nek haza kell mennie. Hát muszáj lesz. Legalábbis expelni mindenképpen, mert tök jó, hogy ott van az a Command Center, meg a másik, de egyszerűen nincsenek a helyükön. Igen, és hoppá, itt sétálgat egy Widowmine közben. Amit le is rakott. Le is rak, és nem sikerült kiszedni, de csak ringeket talált. Nagy mázlia volt, hogy abban a három Queen-ben nem robbant bele. Igen. Ha nem tudom, megöl-e egy Queen-t egy lövéssel. Nem, nem öl meg. Kettő kell abba. És illetve jön a Lair. Végre, úgyhogy valószínűleg Mutalisk lesz ebből. Igen, a zergek mostanság nagyon gyakran játszanak ugye a mutát, nem is véletlenül, hiszen eléggé erős. Igen, a Third of the Swarm-ban HP töltés miatt nagyon erősek. Így itt ezek a Helionnak itt elég csúnya dolgokat nem fognak tudni csinálni. Igen, nagyon sokat lenni, illetve a Spine is itt van. De majd, hogyha kicsit gyűjti még ezeket a Helionokat, mondjuk 6 Helionnál, mert azért be lehet futni, és eléggé nagy barbecue-t lehet azokból a drónokból csinálni. Szépen felmakrósz közben PS. Igen, közben elesett egy Queen, Widowmine pont lőtt egyet, illetve a creepet próbálja írtani. Igen, nagyon szépen csinálja, ugye vissza kell fognia, bár annyira nem lesz szükség a creepre, hogyha tényleg mutára megy. És letette a másik két gázt is, tehát mindenképpen mutára fog menni, hiszen ahhoz kell tömérdek mennyiségű gáz. Így igaz. Viszont Zerg részéről most már, és Dynamite részéről most már ide lenne scoutolni, ugyan tudja, hogy ott van az a egy exp, de többet attól nem tud. És közben a pár Lingel itt próbálja megölni a Helionokat több kevesebb sikerrel, egyet sikerült. Spire közben el lett téve nagyon szépen, és lássuk, hogy itt Terran oldalról folyamatosan ugye már itt reaktoros barakkok vannak, tehát Marine lesz bőven arra, hogy megfogja a mutát, csak időben kell scoutolni. Igaz. Ezekkel a Helionokkal nagyon szépen tartja a map controlt PS. Hát konkrétan bezárta a zerget, így nem tud kimenni a harmadikra, ez nagyon jó húzás. Hát ez valószínűleg egy két blaze muta all-in szerűségbe kéne átmenjen a dolognak. Hát nagyon nincs mert más esélye nem nagyon van Dynamite-nak. Igen, és föltöltődött a Widowmine, és még pont tudott egyet lőni, sajnos az Overseer-ből viszont. Nem baj, itt azért a Lingek meg lettek írtva a Helionok által. Igen, közben és még egy Widowmine is, és az is az Overseer-be. Viszont elesett a Widowmine mind a kettő. Van, hát elkészült a Spire, amit megtalálom, hogy hol van, itt van. Nem sokára elkészült, másodperc. És nincsen elég scout információ a PS-nek. Mondjuk scannel, nézzük meg, hogy scannelte. Nem scannelt azóta. Nem tud róla. Az összes scant, amit eddig láttam, azt a Cryptumornak az iltására használta, illetve Dynamite lerakta a harmadik base-t. Hát már nagyon későn, így is nagyon késő, ez a 12 perces. Igen. Bár lehet, PS is csak kireteti, igen. Most teszi ki. De most ez a 7 muta, meglátjuk, hogy mennyi kárt fog tudni okozni. Kíváncsi vagyok rá, mert igazából ezen múlik, hogy Dynamite mennyire tudja visszahozni. Hogyha most megmutatja a mutákat, akkor az úgy baj. Igen, azt nem kéne, mert akkor PS nagyon gyorsan fel tud rá készülni. Viszont de úgy látom, de meglátja. Megmutatta, igen. Megmutatta. Rögtön jönnek is a turetek. Így igaz. Ez egy eléggé nagy hiba volt, rögtön menni kellett volna a Mineral Line-ba, mert van Widowmine is, meg azért Marine is van pár. 9-es éve gyártja PS őket. De egy kis eszivírtás mindenféleképpen lesz. Igen, itt a harmadik azért jól meg lett chipkedve, de ennél többet nem hiszem, hogy fog tudni csinálni. Nem, pláne mondjuk most két Widowmine is az a PS nem tudom mit csinálni, itt vannak a Marinok, meg a Widowmine-ok is. Kicsit bealudt úgy tűnik. Na most megindult. És folyamatosan ugye gyűlnek a muták szépen egy helyre. Igen, azokat a Widowmine-okat, hogyha jó pozícionálja, két lövésből simán le tudja írteni. Főleg, hogyha egy kis gombózban vannak. Hát itt PS hatalmas erőnyben van. Tehát nézd, mert neki fél úton van a 2 per
2x2-t. A mutáknak még csak most van félúton, kicsit több az egy, az egyes atak. Aha. Hát olyan... Védelem sincs neki. Hát nagyon nincs. Tehát tulajdonképpen vannak a mutalészkek is, kész. Meg pár ling itt, azért próbál map kontrollt tartani. Ugye most átvette Dynamite a map kontrollt, mivel a muták azok sokkal gyorsabbak, és lőnek földre is, igen, és levegőbe is. Tehát a Helionok most már nem érnek olyan sokat. Ó, ott azok a vidomány. Igen, ez pont rosszkor jött fel a föld alól, viszont az lőni fog, lőtt is bizony. Elég sok mutát. És a muták folyamatosan halnak meg, mint hogyha egy ilyen kis... fú, hogy hívják? Amikor ilyen golyók, amikor golyót kell lövöldözni a lyukakba, mindjárt mondom neked, mint a biliárdoznának, ja, biliárdoznának, megvan. És akkor hoztuk ketten. Mint a biliárdoznának szegény mutaliszkekkel, ugye egyik oldalt vidomány, másik oldalt turret, marine, itt minden van. Itt már nincsen lehetősége. Hát nem sok. Viszont Dynamite kirakta a negyedik base-t. Ideje volt. Most egy viccben néznék egy Army Supply-t 35 a 76-hoz. Worker-ben is vezet jelenleg PS, tehát ez a meccs már majdnem, hogy eldőlt. Mondjuk Dynamite-ot nem szívesen írjuk le ilyen könnyen. Mert láttunk már tőle elég jó makró gémeket, és szerintem ez egy ilyen kisebb Sneaky Exp itt jobb oldalt. Hát igen, kis sunyi. Elég közel van. Igen, én nem gondolná a terem biztos, tehát hát PS nem viszont gondolná. Arra megy. Ott van. Igen. Hát ez nagyon csúnya lebukott, itt cancelni kell, különben elesik. Hát mindenféleképpen elesik, ha cancelözi, ha nem. Viszont nézzünk rá gyorsan addig az imkámra, amíg folyik 2000 a 2800-hoz, majdnem 3000. Viszont megjöttek most a Hellingek és a Banelingek, valamint a muták. Most már vannak Banelingek, van nagyon szép split, most előre rohantak, az úgy nem volt jó, de még mindig szép a split. Igen, megérkeztek most már a muták is. Hát mondjuk a muták most már ezeket elintézik. Igen, de ja. Bekapcsolta a boostot a medivekeknek, így azok már gyorsan elmennek. És ott egy vidomány, ami berobbant. És ráadásul egy turret is ott van. Ezek a medivekeknek elég nagy szerencséjük van. Most el is kezdtük őket javítani, nagyon-nagyon odarohantak az SCV-k. És szerintem droppolni akar, és fel lettek kapva a marúderek. És a vidománynak ott a sunyexp. Igen, a sunyexp mi azok ott el fognak hullani. De szerintem elég damage-et okoztak ahhoz képest, hogy csak igen. PS részéről viszont elkezdik a 3x3 bioegységeknek. Igen, és Ultralisk Cavern, igen. Nem semmi. Hol most akartam megemlíteni. Ez kellemetlen is tud lenni. Hát ez... Adrenal Gloves, az erglingeknek ugye a speed. Mint az attack speed. Igen. És PS kirakta most már a negyediket. És ezt scoutolja is Dynamite, és kicsit meg is csipkedi ott a SCV-ket. Valamint a turreteket. Viszont megjöttek a marinok így ezek a... Meg bőven. Linkek el lesznek takarítva az útból. És még több link még ott próbált volna rakoncátlankodni. De nem, közben indul a push PS-től. Egy kis MMM vidománynal megspékelve. Az ultraliszkektől függ, hogy időben lejönnek-e. Ugye megint kirettéve a negyedik. Igen. Mert szerintem ez már nem számít ugye Sneaky-nek, mert már látták. Igen, sokszor. Sokszor láttuk már. Valamint... És 6 darab ultraliszk. Azért kemény tud lenni, viszont nincsen Baneling, illetve a mutaliszk gyártása is nagyon leállt. Dynamite. Mert itt ez rámegy a fullos ultraliszkekre, itt bennük bízik teljes mértékben. Ugye elég jó mikro kell ahhoz, hogy az ultraliszkek splash damage-ét úgy... Lehessen használni megfelelőképpen. Illetve ez a negyedik base, ez nagyon úgy tűnik, hogy felszámlásra fog kerülni, ha csak nem jönnek időbe az ultrák, valamint a lingek és Banelingek. Hát nem hiszem, hogy fel akarja fedni már most az ultrákat, de lehet. Nem, látod, még visszavonul, egy kicsit meg kell várni a fejlesztéseket, igen, hogy... Viszont van a mainen egy drop. Amiről lemaradtunk. Lemaradtunk? Mit szedett ki? Mit tippelsz? Nem, semmit. Szerintem semmi, egy kicsit ráment a drónokra. Igen, mert pont egy ilyen gyönyörű, szép skines ultralisk, ez pont találkozott az a 8 darab marinnal, amit oda ledroppolt. Na és most beveti az ultraliszkeket, és úristen, Banelingekkel együtt nagyon durva. Lássuk, hogy mit mondja, egy ultralisznek annyi. Mennek egymás mellett a seregek. Igen.
ha jól helyezi a vidómájnokat, akkor... Nagyon-nagyon szépen lehelyezi oda a vidómájnokat, ott be fog robbanni az ultrarész, úristen. Átít ezeket az ultrarészeket, simán ki fogja fókuszálni, viszont nagyon szét vannak stimelve azok... Igen, overstimmeltek. A marúderek és marinok, azokat fel kell kapni. Nem, ki lett szedve. Igen, ki lett szedve az ultrarész. Szinte minden, ha úgy vesszük. Nagyon szép mikróval. Nagyon-nagyon szép mikró volt. GGVP. És GGVP. Ennyi volt az első meccs, hát ez bizony PS nagyon szépen megnyerte. Gratulálunk neki, jövünk vissza a következővel.